Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a világ minden táján, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Te ki vagy? Én Lagzi Kareszt vagyok, mellettem elragadó feleségem. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böve vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezető házaspárja. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Békés Csabán élünk elragadó feleségemmel. A PPH előtti foglalkozásom, mondhatnám azt, hogy ilyen szabadúszó, próbálkozó. De mára már csak a PPH üzlet és tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Nekem a PPH előtt a civil foglalkozásom. Közgazdászként végeztem, sokat dolgoztam vendéglátásban. Még mielőtt idejöttem tanulni, egy másik MLM cégben tevékenykedtem, de már nekem is csak a PPH tanulói üzletépítés és csapatszervezés a fő tevékenységem, amit együtt csinálunk. Ugye. A mai előadásunkat a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg azokra a tanításaival, amik a jövővel kapcsolatosak, mert azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Mesterünk több dologban is egyedülálló és kivételes mester. A vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezetői pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, a nemzetközileg elismert mesterkócsot, Szedlacsik Miklóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát remélem mindenki jól lát, jól hall. Itt lévők biztos. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Hát itt jó, azt tudom. Olyan, mintha itt már aranykor lenne. Itt már létrejött a szeretetkor nálunk. De világviszonylatban kellene létrejönni a szeretett korszaknak, nem? Tehát mit láttok az emberek? Reálisan látják a jövőt? Nem? Hát ugye van egy olyan helyzet, ahol ha megnézzük, azért itt az elmúlt mondjuk 2000-től, ugye volt már egy válságunk, ez a 2008-as nagy válság, az ugye világválság volt, akkor most van egy másik válságunk, nem? De nem csak itt van válság, hát ugye gazdasági visszaesések vannak szerte a világban, akkor infláció, megnövekedett infláció van a szerte a világban.
beleértve ugye Európát is természetesen, ahol még nincs ilyen helyzet, az várhatóan lesz, főleg ugye a második világháborúban érintett országok tekintetében. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy úgy magától lesz egy jobb világunk, akkor óriási tévedésben él. De hát itt ugye az emberek azt gondolják, hogy egy jó világ attól függ, hogy mennyi pénzt tudnak az emberek elkölteni. Azt gondolják, hogyha minél több pénzt költhetnek, akkor annál jobb világunk van. Nem? De gondoljátok végig, ez tényleg így van, mert tényleg erről szól mondjuk az a világ, ahol most jelenleg élünk, főleg itt ugye Európa, Magyarország, Észak-Amerika, az tényleg arról szól, hogy azt gondolják, hogy akkor volt a jó világ, mikor még többet költhettek, most azért van rosszabb világ, mert kevesebbet költhetnek. De itt nem csak a költésről szól a történet, hanem hogy érzed magad a bőrödben? És csak azért érzed magadat a bőrödben rosszabbul, mert kevesebbet költhetsz? Én nem hiszem. Én azt mondanám, hogy több félelmed van, rosszabbak az emberi kapcsolataid, mint voltak. Több probléma van az életedben, mint voltak. Tehát ez ilyen több összetevős dolognak néz ki. És ugye azt gondolod, hogyha a kormány ezt tenné, tehát teljesen mindegy, hogy Magyarországon élsz, vagy a világ bármely részében, hiszen a világ elég sok országából nézik az előadásomat. Tehát neked tök mindegy, hogy hol élsz, de ugye nagyon sok országban, ahol élsz, ott az emberek azt várják, hogy majd a kormány megoldjon dolgokat. Tehát úgy kérdezném, hogy a kormányok, vagy a királyok mikor oldottak meg dolgokat? Tehát mit tudom én, ott voltak a franciák, nem voltak elégedettek a uralkodóikkal, létrehoztak egy forradalmat, ami sokkal rosszabb helyzetet hozott létre, mint előtte volt. Tehát sokkal. Ott bevezették a guillotine-t, százezreket öltek meg, érted? Tehát gyakorlatilag egy sokkal rosszabb helyzet. Abból indult ki ugye, abból a váltásból, a napóleoni korszak. Akkor a napóleoni korszak következtében háborúk lettek, akkor ugye a franciákat legyőzték, tehát gondold végig. Tehát hol, mi várható, mitől lett jobb? Tehát mit tudom, Amerikában nem tudom, csináltak egy, nem tudom, tudod-e, hogy csináltak egy olyan alkotmányt, ez az alapalkotmány annak idején, hogy például nem lehet adót szedni. Benne volt. Nem hiszed, olvasd el az alapalkotmányukat, ott van benne, hogy nem lehet adót szedni. Erre ehhez képest kicsit megváltozott a dolog. Tehát ugye annak idején megcsinálták, hogy hívták, aki ezt aláíratta a többiekkel? Lincoln, igen. Azt hiszem Lincoln csinálta meg ezt az alkotmányt annak idején. És ahhoz képest megnézed, jöttek újabb és újabb kormányok, egyre több és több adót szednek, vagy nem, rosszul látom? Tehát nem csökkennek a levonások, hanem növekednek a levonások, szerte a világban, mindenütt, ahogy telnek, múlnak az évek, évtizedek, úgy egyre több és több a levonás. Mit oldanak meg a kormányok, drága emberek? Mit? Mondom, melyik kormány, mikor, hol, melyik országban oldott meg valamit? Tehát, hogyha megnézzük, itt jöttek, mentek itt is a kormányok, ugye, mit tudom én, mondjuk a második világháborút követően,
éltünk szocializmusban, élünk most kapitalizmusban, most már mit tudom én hány, hogy is szokták mondani, turnus, vagy mi a manó ez a kormányoknál? Ciklus, igen. A hanyadik ciklusát éli a, ugye, a magyar kormány, és jobb lett? Mi lett jobb? Tehát gondold végig, szocializmus óta jobb lett? Bármilyen váltás óta jobb lett? Kormányváltás óta, bármilyen kormányváltás óta jobb lett? Akkor, mikor újra megválasztották azt a kormányt, jobb lett? Hol? Mi? Miről van szó? Tehát várjátok azt, hogy jobb legyen, majd a kormányok jobbá teszik a dolgokat. Hát ha te nem veszed életed irányítását a saját kezedbe, akkor nem fogja senki megoldani az életedet. Az államnak az a jó, ha minél több alkalmazott van, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy az alkalmazottak a fizetnek a legtöbb adót. Tehát ez a sorrend. Tehát mondom, alkalmazottak fizetnek a legtöbb adót az államnak, utána a vállalkozók fizetnek a legtöbb adót, utána a cégek fizetnek a legtöbb adót. Tehát az azt jelenti, hogy egyre kevesebb adótról beszélünk, utána pedig az ilyen közhasznú szervezetek fizetik mondjuk a legkevesebb adót. Érted? Tehát alapítványok, egyesületek fizetik a legkevesebb adót. Na most, tehát ez a sorrend. Tehát onnantól, hogy az alkalmazottak fizetik a legtöbb adót, és az ilyen egyesületek, alapítványok fizetik a legkevesebb adót, a kettő közt ugye az alkalmazottak irányába egyre több és több adófizetést látunk. Na most miért szeretnék azt, hogy az emberek alkalmazottak legyenek? Hát mert az államnak annál nagyobb bevétele van, minél több az alkalmazott. Világos az? Az államnak nem jó az, hogyha mondjuk te, mit tudom én, alapítvány tulajdonos vagy, nem jó az, hogyha mondjuk cég tulajdonos vagy, nekik az a jó, hogyha, mit tudom én, mondjuk alkalmazott vagy. Még az se annyira jó, hogyha egyéni vállalkozó vagy. Tehát az se jó. Tehát látni azt, hogy arra törekednek minden téren az állam által működtetett intézmények, hogy az emberek azok jó adófizető állampolgárok legyenek, tehát ami azt jelenti, hogy alkalmazott legyen. És akkor nekik van elég bevételük. Nyilván az államnak vannak mindenkiféle kifizetései, az államnak ugye tudjuk, hogy a legnagyobb kifizetés az a szociális hálóba kerül, ugye a szociális háló része a nyugdíj, ami a legtöbb kiadás, utána tudom én, mondjuk azt, hogy az egészségügy a legtöbb kiadás, utána a segélyek a legtöbb kiadás. Jó, tehát ez a sorrend. Tehát ehhez, hogy ugye a szociális hálót működtessék valamilyen szinten, hát nyilván bevételre van szükségük, de nem csak ezért van bevételre szükségük, hanem ugye az állami apparátust, mondhatjuk azt, hogy feldúzzasztott, sok százezer főre feldúzzasztott állami apparátust működtetni lehessen. Tehát ugye tudjátok, hogy az állami finanszírozású fizetések, az azt jelenti, hogy sok százezer ember kap állami finanszírozású fizetést. Ha valaki azt gondolja, hogy hát én nem állami fizetést kapok, hanem önkormányzatit, hát azt is az állam fizeti. Tehát ez tök mindegy. Szóval lényeg az, hogy ezeket is finanszírozni kell. Gondold végig, ha nem mondjuk 700 ezer olyan ember lenne, aki állami pénzből él Magyarországon, hanem csak 200 ezer, akkor 500 ezer embernek a bére az meg lenne spórolva. De hát ez nem így van sajnos. Szóval Magyarországon egy elég jelentős, a dolgozói állománynak elég jelentős része az állami bérből és fizetésből érő ember. És ez ugye miért probléma? Hát azért probléma, mert ők nem termelnek. Tehát nagyon kevés olyan állami fizetésből élő, bérből élő ember van, amelyik hasznot hoz. Tehát most az a haszon, hogy mondjuk
5%-kal vagy 1%-kal több adót beszednek. Tehát az, az nem haszon, érted? Meg mit tudom én, megbünt, az, a, az a haszon, hogy megbüntetik a gyors hajtót, érted? Az a haszon. Hát az nem haszon. Az büntetés. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ne számíts arra, hogy jobb lesz, mert rosszabb lesz. Miért lesz rosszabb? Nagyon egyszerű. Ebben a világban, amit úgy hívunk, hogy fogyasztói társadalom, amit úgy hívunk, hogy háború után a háborúban részt vett országok, a második világháborúban részt vett országok, ott mindenütt van egy előrekedő nemzedék, és van egy szó szerint előregedő nemzedék, tehát folyamatosan öregedő nemzedék, ahol ugye egyre kevesebb gyerek születik, és egyre több idős van. És az idősek nem arról híresek, hogy majd el fogják tartani a fiatalokat. Mert pont fordítva gondolják, hogy a fiatalok tartsák el őket. Nyilvánvaló, nem? De azt mondod, hogy ha, hát miért tartanák el? Hát mert így működik az állami nyugdíjrendszer. Tehát az állami nyugdíjrendszer nem csak nálunk, hanem az állami nyugdíjrendszer az összes második világháborúban érintett országnál úgy működik, hogy a dolgozó generáció tartja el a nyugdíjasokat. Tehát ha nincs elég bevétele a dolgozó generációtól az államnak, akkor nyilvánvaló, hogy nem tud annyit kifizetni mondjuk nyugdíjba. Ha meg kifizet annyit nyugdíjba, amennyit ígér, akkor meg ahhoz föl kell venni hitelt. És akkor ebben szépen a világon az összes olyan ország, ami második világháborúban érintett, el van adósodva, persze a többi ország is el van adósodva valamilyen oknál fogva, de a fejlett országok, már pedig a fejlett országok azok a második világháborúban érintett országok zömében, az azt jelenti, hogy az mind olyan ország, amely gyakorlatilag részben részben az állami kifizetéseket hitelből finanszírozza. Ezáltal ugye az összes ilyen ország, amiről most beszélek, mind el van adósodva. És ez az eladósodás mértéke, ez nem csökken, hanem nő. Na most az azt jelenti, hogy ezeket az eladósodások következményeként fizetendő hiteleket nyilván, mivel egyre nagyobb mértékű a havi hiteltorlesztés az országoknál, ezáltal ugye egyre több és több bevételre van szüksége az államnak. És ezáltal nyilván mit csinál? Egyre többet és többet von el az emberektől. Ha nem úgy, hogy mondjuk több adó, akkor kitalál valami plusz adót, érted? Tehát ha nem a fizetés utáni adóról beszélünk, akkor kitalál, mit tudom én, a jövőben, mit tudom én, kitalálják mondjuk a klímaváltozást támogató adót. Mármint a klímaváltozást megakadályozását támogató adót. Érted? Na most mivel ezt kimondtam, ez valószínűleg így is lesz. Oké? Tehát egyre többet és többet találnak ki, hogy ugye bevezetik úgy, hogy hú, de nagy baj van ezen a területen, és akkor mit mondják? Mivel a lakosság a felelős ezért, ezért fizes érte adót. Már van ilyen adó valamilyen szinten, ez pedig ugye a csomagolási adó. Tehát azok, akik csomagolnak bármilyen terméket, hát még jó, hogy a szolgáltatást nem lehet becsomagolni, érted? Tehát csomagolnak bármilyen terméket, azok fizessenek plusz adót, ez egy ilyen környezetvédelmi adó. És akkor lehet majd klímaadót beszedni, például mit tudom én, lehet majd azt mondani, hogy mit tudom én, nem elég környezetbarát az autód, akkor még ilyen adót fizessél, és egyre több és több adót fognak beszedni, és azt fogod észrevenni, hogy egyre élhetetlenebb a világod. Ez van. Ez van. Tehát ezt úgy látod, hogy ez egy jó világ, és akkor hát azt lehet mondani, hogy mit lehet tenni?
Ha mit lehet tenni? Talán az életed irányítását a saját kezedbe kéne venni, nem? Tehát azt gondolod, hogy ez a, azért ilyen ez a világ, amit a média mond. Tehát azért ilyen ez a világ, mert azt mondja a média, hogy. Nem így van. Azért ilyen ez a világ, mert a világon ülnek elnyomók, a világ, tehát az emberiség zsírján gazdagodnak. Elnyomók, érted? Szó szerint, értsétek? Szó szerint. És azok elnyomják az emberiséget, és tovább akarnak gazdagodni. Lehetőleg olyan szinten elnyomni, hogy neked semmit ne legyen a tulajdonodba. Érted? Tehát a tulajdonodba lehetőleg semmit ne legyen, ami azt jelenti, hogy mondjuk bérbe használhatsz majd dolgokat. Érted? Van egy ilyen tervezet, amifelé haladunk. Csak úgy tisztában legyetek ezzel. Na most egy olyan világ van, és ez nem azért, mert klímaváltozás, meg nem ezért, mert ilyen baromságok vannak, érted, amiket kitalálnak a médiában, hanem azért, mert az elnyomók, azok azt szerették, hogy te pusztulj meg. Érted? Szó szerint. Tehát az elnyomó úgy működik, hogy van egy ilyen belső késztetése, hogy hogyha te boldogulsz, akkor neki rosszabb lesz. Érted? És ezért neki az a legjobb, ha te nem élsz. Ha te nem élsz, akkor nincs veled gond. Mert az elnyomó úgy gondolkodik, hogy mindenki, aki él a környezetében, az a gondja van. És ezért az a legjobb, hogyha a környezetében nem élsz. Ez tényleg így van. Ez nehogy azt gondolt, hogy utópia. Nézd már utána olyan fogalmaknak, hogy szociopata, akkor nézd olyan, hogy pszichopata, nézd olyannak utána, hogy narcisztikus. Tessék utána nézni ezeknek a fogalmaknak. Tehát nehogy azt hitt, hogy ezeket a fogalmakat én találtam ki. Nézd utána a neten. És 90-es években tanultam olyat, hogyha ezek a személyek vezető beosztásba kerülnek, akkor a lakosságnak annyi. Végük lesz, mint a botnak. Oké? És ez nem negatív gondolkodás. Az emberek ezt hagyják. Volt egy próba, 2020. március 14-én volt egy lezárás, emlékeztek? Akkor megmondtam azt, hogy tesztelik az emberek tűrőképességét. Akkor. Mikora hülyeség ez, mondták egyesek. Nem így van, hát már a mert a Covid, meg a vírus, meg a megöli majd az embereket, meg stb., meg kipusztul az emberiség, meg minden. Na most, ezt csak úgy mondanám, jó? Hogy tisztában legyünk vele. Eddig volt 6 emberiség, és egy sem vírus hatására pusztult ki. Sőt, nem baktérium hatására pusztult ki. Egy sem. Hanem amikor az emberiséget kipusztult az emberiség, akkor kipusztították. Tudod, hogy? Hogy olyan természeti katasztrófát hoztak létre, ami kipusztította az emberiséget. Természeti katasztrófa. Ami azt jelenti, hogy tűzözön, vízözön, stb. Stb. Érted? Hogy lehetett tűzözönt létrehozni? Hát be kellett csak hogy egy komoly meteor csapodjon egy szárazföldbe. És kész. Ennyi. A vízözönnél meg kellett egy meteor, mert becsapódik az óceánba. Ennyi, és meg volt a vízözön. Érted? Tehát eleve gondold végig, azt mondtok, tűja nem létezik. Hát tök logikus. Dobtál már bele egy tóba vizet? Vagy követ, na, követ.
Dobtál? Mit csinál? Fröccsen, nem? És ha fölülről, tehát bedobod a tóba a vizet, akkor a követ, bedobod a követ a vízbe, akkor mit csinál? Minél nagyobb a kő, annál nagyobbat fröccsen, nem? Tehát az azt jelenti, hogy a víz színéről fogja és fölfröccsen a víz. Na most ezt képzeld el, mondjuk az óceánba becsapódva egy hatalmas meteor. Az azt jelenti, hogy sok kilométer magasra fölfröccsen a víz. És utána ez a víz, ugye mit csinál, mikor a tóba bedobod a követ? Ráadásul hullámokat gerjeszt. Tehát mi történt? Nagyon egyszerű. Az óceán, ugye, már óriási cunamit idézett elő, a becsapódás. Tehát óriás hullámokat. Ami letarolta ugye az alacsonyabban fekvő területeket teljes egészében. De mondjuk voltak magasabban fekvő területek, oké. De ez a hatalmas mennyiségű víz. Gondold bele, beledobsz egy követ a vízbe, egy csomó víz fölfröccsen. Oké? Fölmegy kilométer magasságra, szétoszlik a földön, és leesik. Az azt jelenti, hogy özönvíz. Érted? Özönvíz. Tehát mérhetetlen köbméter mennyiség fölcsapódik annak hatására, óriási magasságba, és azután le fog csapódni, tehát leesik, mivel víz leesik, érted? És óriási mennyiségű víz leesett a bolygóra, azokon a helyeken is, amelyek magasan voltak. És már is meg is történt a vízözön. Ez mit kellett csinálni? Annyit csak, hogy ide irányítani a Földhöz, megnézni, hogy mi a forgás, érted? És hogy hova csapódjon be előre a meteor, érted? És ha a tűzözönt akartak, vagy azt akarták, hogy mondjuk az óriási nyomás hatására pusztuljanak el az emberek, akkor elég volt, hogy mit tudom én, mondjuk a Földbe csapódjon be egy meteor. És meg volt ez oldva, ez a kérdés. Kik intézték ezt? Nem földi emberek. Olyan emberek, akik például, mit tudom én, itt voltak a Földön, és létrehozták a sivatagot. Hogy hozták létre a sivatagot? Mondjuk egy atomrobbantással. Vagy akár több atomrobbantással a bolygón. És onnantól kezdve kipusztult a növényzet, ha meleg az éghajlat, nő növény, de ugye az ember élni akar, ezért lelegelteti a növénnyel, vagy az állattal a növényt, nem fordítva a növénnyel az állatot. Jó, tehát is, és mi fog történni? Hát előbb-utóbb nem nő ott egy cikra növény se. Homokos lesz minden, és kész, ennyi. Szóval ez gyönyörűen meg volt oldva annak idején. És itt vagyunk mi emberek, tehát nem kellett az, hogy emberek csináljanak ilyen dolgot, ezt megoldották. Ha egy emberiségre nincs szükség, mert hülyeségeket csinál, illetve nem tudja normálisan fenntartani magát, annak milyen szüksége van, annak milyen szükség van arra az emberiségre. Ez úgy működik, mint annak idején a 8. kerületben. A 8. kerületben élők, akik nem idén barnultak, azokra nem volt szükség, hogy ott éljenek a 8. kerületbe, mert a 8. kerület, Budapest 8. kerülete, az már akkor a belvároshoz tartozott. Ezért fogták, és nem azt csinálták, hogy kitelepítsék őket, mert nem tudták volna kitelepíteni. Hanem azt csinálták, hogy fogták, lebontották azt a városrészt. És emiatt kénytelenek voltak kitelepülni onnan, a nem idén barnultak. Erre mi történt? Ugye fölhúztak helyette teljesen új házakat, ahova már az idén barnultak költöztek. Oké? Okay. Szóval, miért? De miért csinálták ezt? Nagyon egyszerű, mert azoknak az embereknek az életmódja, életstílusa, energiája ahhoz a városnak, ahhoz a részéhez nem illeszkedett.
És szerinted itt vagyunk egy nálunknál sokkal fejlettebb olyan világban, ahol sokkal fejlettebb energiát, tehát fejlettebb lények élnek, úgy számolhatsz avval, hogy mondjuk úgy 10 000 évvel fejlettebb lények. Érted? Tehát 10 000, tehát a mostani fejlettségünkhöz képest mondjuk 10 000 évvel fejlettebb lények. Érted? Technikai szempontból mondom. Tehát és akkor szellemi szempontot nem beszéltünk, csak a technikai szempontból. Na most, egy olyan világban van itt a bolygónk. Ha tetszik le, ha neked, ha nem, ez így van. Na most, és ez a fajta működés, amit az ember produkál itt a Földön, nekik útba lett. Tehát gondold végig, egy darabig a 8. kerületben nem voltak útba, nem idén barnultak. Majd egy idő után útba lettek. Most ez ugyanígy van a bolygónkkal kapcsolatban. Útban van az emberiség. Miért? Azért, mert az életstílusunk, az életünk, az energiánk nem tetszik a fentieknek. Hát nem tetszik a nálunknál sokkal fejlettebb azon lényeknek, akik a környezetünkben élnek. Hol élnek ez az azon fejlettebb lények? Csak mondok példát. Mars, Vénusz, Hold. Nem azon, ezekben. Na most gondold végig. Melyik a biztonságosabb létforma? Mondjuk egy hegygyomrában élni, vagy a hegyen kívül élni? Benne. Miért? Hát sokkal nagyobb biztonságban vagy. Oké? Tehát a világegyetem nagy részén nem a Föld felszínén élnek az értelmes lények, hanem a felszín alatt, mert ez sokkal biztonságosabb. Ott nincs időváltozás, nincs klímaváltozás, ott nincs vihar, oké? Nincs özönvíz, nincsenek ilyenek. Oké? Nincs tájfun, nincsen, mit tudom én, tornádó. Nincsenek ilyenek. És attól, hogy az embereket erről nem tájékoztatják, akkor is így van. Akkor is így van. Szóval, lényeg az, hogy ez az emberiség a nálunknál fejlettebb lényeknek útba van. Ezért vagy megemeljük a rezgésünket. Hogy itt lehet megemelni a rezgést? Azt hiszik emberek, spirituális agymenek azt gondolják, hogy azzal föl lehet egy rezgést emelni, egy ember rezgését, hogy csak meditál. Aha. És ha állandó meditálás közben éhehalsz, akkor biztos magas lesz a rezgésed. Biztos. Egy halott embernek tudti jó rezgése van. Szóval gondold végig, hogy azt gondolják az emberek, hogy így felemelhető a rezgés. Tudod, hogy emelhető fel a rezgés? Az ember jól érzi magát a bőrében. És minek a függvénye, hogy az ember jól érezze magát a bőrében? Hogy valami olyat tesz, ami nagyon hasznos. Érted? Valami nagyon hasznos. Most gondold végig, emberek azt gondolják, hogy hú, de hasznos dolgot csinálok, mert megmentettem egy bálnát. És most egy bálnával több van a Földön, vagy kevesebb, nem tök mindegy, érted? De azt gondolod, hogy ultra hasznos dolgot csináltam. Tudod, mi a hasznos dolog? Az emberiség megmentése. Na, az hasznos. Kicsit fontosabb és hasznosabb dolog, mint mondjuk egy bálnát megmenteni. Hát itt van ez az emberiség,
a vég éveit éli. Nem a vég napjait, a vég éveit éli. Szó szerint. Szó szerint. Ez az emberiség, ha így megy tovább, ahogy most megy, amit most csinálnak az emberek, kipusztulásra van ítélve. Tudod, miért nem pusztítottak ki 2012. december végén? Azért nem pusztították ki az emberiséget, mert volt esély arra még, hogy felvilágosuljanak, megnyíljanak, érted? És emeljék a saját rezgésüket a helyes cselekedetekkel. Erre bármunk azt mondják, hogy a helyes és a helytelen cselekedet az relatív. Nézőpont kérdése. Nem nézőpont kérdése, drága csillag, hanem etika kérdése. Ha te nem ismered az etika szabályait, akkor neked te tudatlan, valószínűleg népes, nézőpont kérdése. Nekem, aki ismeri az etikát talán a legjobban a bolygón, onnantól kezdve nekem ez nem relatív, tehát nem nézőpont kérdése, hanem pontosan meghatározott dolgoktól függ az etika. És ha az ember etikus, a bolygón, inkább úgy mondom, a bolygón mindenki etikus lenne, itt szeretett korszak lenne. Oké? Okay? Szeretett korszak. Ha szeretett korszak lenne, akkor az emberiség rezgése megfelelő lenne, és az emberiség rezgése ezáltal ugye kellően, az a megfelelő az azt jelenti, hogy kellően magas, ha kellően magassá válna az emberiség rezgése, nem lennénk útba, mint emberiség. Nem a bolygó van útba, mint emberiség vagyunk útba. Oké? Okay? Tehát gondold végig, ha a 8. kerületben a nem idén barnultak normális életkörülmények között éltek volna, ugyanúgy, mint az idén barnultak, akkor nem telepítették volna ki őket. Oké? Okay? De van egy, ugye még nagyobb bökkenő, egy bazi nagy bökkenő. És ez fura lesz, amit fogok mondani. De fölvezetem, jó? Fölvezetem? Jó eltett az idő, hogy a manóba. Na, szóval fölvezetem. Gondold végig, azt tanítják, hogy az ember egy olyan gonosz faj, még a Bibliában is benne van, amely a saját kipusztulását létre tudja hozni. Tehát ugye a Bibliában az van benne, sajnos, hogy eredendő bűn. Oké? Eredendő bűn. Tehát eredendően egy bűnös, bűnös minden ember. Ugye ez van benne. Ezt tanítják. Na most gondold végig, hogy hát biztos, nem mondom szépen, kurva jó egy olyan fajnak része lenni, ahol, amely kipusztíthatja önmagát, nem? Érted? Tehát annyira gonosz, hogy kipusztítja saját magát. És akkor mondják ezért, mert vannak gyilkosságok, meg stb. Hát jó, de azok szélsőséges esetek. Hát nem mindenki gyilkos ezen a bolygón, nem? Sőt, nem is mindenki bűnöző, nem? Az, hogy vannak egyesek, akik gyilkolnak, egyesek, akik bűnözők, ez nem húzható rá az egész fajra. Nem? De akik ezt el akarják hitetni az emberekkel, azok lepaktáltak egy másik fajjal. Ugyanis az emberiségen kívül ezen a bolygón, nem a bolygón, bocsánat, érdekes a mi elnevezés, tehát a mi szavunk avval, vagy mondatunk avval kapcsolatban, hogy mi a bolygón élünk. De ugye az imént említettem,
hogy a világegyetemben a nálunknál értelmesebb lények, azok nem a bolygón élnek, hanem a bolygóban. Mert a bolygó maga az egy védelem. Oké? Tehát a bolygót azért hozták létre, mert az az otthon. De nem a felület, ez olyan, mint a ház tetején laknál. Építenél egy házat, és a ház tetején laknál, és a kutyádat meg a házadba lakatnád. Érted? Abnormális működés, gondold végig. Tehát mi furcsa mód, tehát annyira primitívak vagyunk hozzá képest, sajnos ezt kell mondani, hogy mi a ház tetején lakunk, tehát a bolygó felszínén lakunk. És a bolygó nem felszínén, hanem a bolygóban van másfaj. Csak sajnos nem jó. Van jó is, de ők nem itt élnek, csak küldetést teljesítenek. Tehát ők a dolgukat végzik. Akik viszont itt élnek, és nem jók, hallottál már olyanról, hogy pokol. Gondolod, hogy az ujjukból kiszopták azt, hogy pokol? Tehát egyszer csak valaki... Hoooo, van pokol! De jó! Hát hűtsük az embereket a pokollal, érted? Ezt gondolod, hogy ez így működött? Hát még a meséknek is van alapja, érted? Még annak is van. Ez azt jelenti, hogy ebben a bolygóban élnek olyan lények, akik meg akarják szerezni a bolygót. Oké? Akármilyen hihetetlen, sok ezer éve élnek. De csak egyféleképpen tudnak szaporodni, ha sikerül elrabolniuk az emberek lelkét. Mert minden értelmes lénynek szüksége van lélekre. Különben nem értelmes. És ezekkel az undormányokkal egyes emberek lepaktáltak. Akik megpróbálják elhitetni például azt, hogy az emberiség egy olyan gonosz, amely a saját fajtáját kipusztítja. Nem erről szól a történet, hanem arról, hogy van egy ellenségünk, ellenségeink a föld mélyén, amely nem tőlünk akarja ezt a bolygót, mi ennek a bolygónak nem vagyunk gazdái, mi csak bérlői vagyunk. Oké? Akkor lennénk a gazdái ennek a bolygónak, ha ezt a bolygót mi hoztuk volna létre. Világos ez? Tehát mi nem hoztuk létre ezt a bolygót. Ez az emberiség soha nem hozott létre semmilyen bolygót. Ez az emberiség itt ül, ezen a bolygón, és az a dolga, hogy fejlődjön. Nem visszafejlődjön, drága barátom. Nem elhűlni kéne, hanem fejlődni szellemileg. De ha körülnézel a saját ismerettségi körödben, nem azt látod, hogy mintha az emberek többsége fejlődne, hanem mintha elhűlne. Nem? Vagy rosszul látom? És lényeg az, hogy ők meg akarják szerezni ezt a bolygót. Ők nem ide tartozók, nekik van egy saját galaxisuk. Ha nem hiszed, nézd utána, hogy drákon rendszer. Oké? Drákon rendszer. Nézd utána. Van drákon csillagkép fönn az égen. A sárkány csillagképben. Ha nem hiszed. De van olyan is, utána tudsz nézni, hogy Sirius B, és olyan is van, hogy plejádok. Oké? Utána tudsz nézni a galaxisokban. Láthatóak ezek a csillagképek a Földről. Érted?
és a szíriusz B lévő lényeknek és a plejádok rendszerben lévőknek az ellenségük a drákonidák, a drákon rendszerben lévők. Utána tudsz ezeknek nézni. És a drákon bolygóról vannak itt lények, mi a Sirius B-hez, illetve a plejádokhoz tartozunk, az itteni lelkek, onnan valók. A plejádokról és a Sirius B-ről valók. Érted? És azoknak ősidők óta ellenségük a drakonidák. Ez utána. És ezek a drakonidák egy csoportja itt él a bolygóban. A bolygó az egy bolygó belső, az egy nagyon biztonságos hely. Nem lehet őket kifüstölni. Óriási, hozzám képest óriási technikával rendelkeznek. A világegyetemben az egyik legmagasabb technikai szinttel a drakonidák rendelkeznek. Nem lehet őket kifüstölni. Gondold végig, kis történelem. Mikor volt könnyű elfoglalni egy ellenségnek egy várat? Hát, hogyha volt áruló bent. Oké? Amely elkezdett bomlasztani. Nem látod a bomlasztást, drága barátom? Nem látod, hogy bomlasztják az emberiséget? Nem látod, hogy bomlasztják a várvédőit? Nem látod, hogy ez külső ellenség? Hát épp itt lenne az ideje, hogy lásd. És ez a külső ellenség akarja mi vesztünket. Közvetlenül. És ebben egyes emberek szerepet játszunk. Egy nagyon szűk réteg, aki lepaktált velük. Például az amerikai kormány. Oké? És ez lenne a normális? De azt mondom, hogy mit lehetne tenni? Talán minden problémával kapcsolatosan mit lehet tenni? Van egy problémád. Tudást, tapasztalatot kell szerezni, és az már nem is probléma, mert megoldod. Van egy másik problémád. Arra is tudást, tapasztalatot kell szerezni, és már nem is probléma, mert megoldod. Érted? Mindenre van megoldás. Az, hogy képzeljétek el, innen eltávozzanak ezek a drakonidák, egyetlen egy megoldás van. Az emberiség rezgésének nagy mértékben meg kell emelkednie. És ez azt jelenti, mint amit te is tapasztaltál már, hogy jó rezgésű emberként bemész egy rossz rezgésű emberi társaságba, és rosszul érzed magad. De ugyanígy működik, fordítva is. Egy jó rezgésű társaságban bemegy egy rossz rezgésű ember, rosszul érzi magát. Tehát az azt jelenti, hogy mivel az emberiség óriási létszámú hozzájuk képest, mi határozzuk meg emberek, hogy ennek a bolygónak milyen a rezgése. Nem a bolygó határozza meg, hanem az emberiség. Az emberiség magas rezgésű, akkor a bolygó magas rezgésű, és baromi rosszul kezdik magukat érezni, és eltávoznak a bolygóról. Ha ez nem történik meg, két dolog összefügg. Ez a fajta működés, ami most van az emberiségnek, ez káros a fentiek számára. Oké? Kettő, nincs más választásuk, hogyha az emberiség nem csinálja meg azt, hogy felemeli a rezgését, azt úgy tudja megcsinálni, hogy kizárólag olyan szintre fejleszti magát, hogy ez megtörténjen, fejleszti magát, maguktól az emberek nem tudnak fejlődni, csak mondanám, jó? Ahhoz kell egy olyan közösség, amiben tudnak fejlődni. Jó? Na szóval, sosem fejlődtek maguk. Tehát akik visszatértek lélekként onnan, ahova jött, ahonnan jöttek a Sirius B-ről, vagy pedig a plejádokról, az mind egy közösségben ért el. Érted? Mind. Hát ilyen volt például a... Mondjátok? Nem. Hogy hívják?
kolostorok. Kolostorok. Ezt a szerepet töltötték be. Oké, a kolostorok. És a kolostorokból szépen egyesével, amikor az emberek meghaltak, akkor a lelkük az, ha ilyenfajta kolostor volt az, ezt a célt szolgált, akkor nem földi emberként lépett a következő életében, hanem Sirius B vagy Plejádi emberként. Illetve nem emberként, hanem sokkal fejlettebb. Azt mondja, hogy angyali lényként, vagy isteni lényként. Oké? Okay? De az angyali lény is isteni lény. Na szóval, gondoljátok végig. Itt vagyunk mi emberiség, szarunk az egészre, majd a kormányok megoldják. Érted? Nehogy ezt higgyétek, hogy így szoktam beszélni, de egyszer muszáj, hogy felébredj. Mert lehet, hogy ezekre a szavakra felébredsz. Oké? Okay? Szóval, lényeg az, hogy itt vagyunk ebben a világunkban, nem kellene tenni azért, hogy megemeljük ennek a bolygónak a rezsgését, hogy az emberiség rezgését megemeljük. Most nézzük, ugye itt vannak a dolgok. Nem fogunk belemenni, itt van 10 életterület. Nem kellene az, hogy ezen a 10 életterületen jobban boldogulj. Nem kellene. Az a jó, hogyha ebben szar vagy. Itt, ha utána nézel egy kicsit, majd a házigazdáink beszélnek erről mindjárt, hogy képezheted magad, illetve nem képezheted magad. Képzünk! Oké? Okay. Így van. Itt képzünk. Tehát nem képezheted magad, hanem képzünk. Így van, hát így a pontos, hogy képzünk. Képzünk azért, hogy ezen boldogulj ezeken a területeken, de nem csak ezért képzünk, hanem tudod miért képzünk még? Hogy ezeket meg tud valósítani. Hogy elindulj egy lelki fejlődés útján. Érted? Egy lelki fejlődés útján, hogy visszakerülhess oda, ahol jöttél, a Sirius B-re, vagy a Plejádokra. Érted? Ahonnan jöttél, mint lélek. Nem emberként jöttél, sokkal komolyabb tested volt, sokkal hosszabb életű tested volt, mint most van. Oké? Okay? És nem csecsemőként fogsz visszatérni. Nem. Hanem visszakapod azt az összes tudást, amióta a lelked létrejött, létrehozta, onnantól, amit szereztél. Még akkor is, hogyha több ször leszülettél a bolygóra, amit ugye gyerekként tettél meg. Ha csak nem, jöttél le rövid időre, amikor nem vették, tehát nem törölték a tudásodat, hanem lejöttél mondjuk egy évre, vagy 15 évre rendet raktál azon a területen, amit kellett, és akkor visszamentél. Oké, az a kivétel. Tehát ugye az jelenti, hogy a gyerektestbe, a csecsemőtestbe beszületés az egy reinkarnációs folyamat. Szóval itt vannak ezek a területek, illetve lelki fejlődés szintjei. Ami itt kezdődik, hogy valahova tartozni. Tehát közénk tartozni. Olyan emberek közé tartozni, akik az átlagnál az élet és az ember működéséről sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal többet tudnak. Oké? Okay? Nem akarsz többet tudni az élet és az ember működéséről? Vagy te úgy el vagy szárva magadtól, hogy te mindent tudsz, hát akkor te nagyon hülye vagy, ha te mindent tudsz, azt gondolod magadról. Oké? Okay? Szóval, itt van egy lehetőség. Mi van, ha nem? Azt mondod, hogy hát szarok rá. Az, hogy mit mond a Szedlacsi, ki a francot érdekel. Én élem a saját életemet. Mert én tudod, mit mondok neked? Ha még egyáltalán hallgatsz. Figyelj!
Figyelj! Ha nem jössz és nem teszünk együtt azért, hogy megmentsük az emberiséget, aláírtad a halálos ítéletét a rokonaidnak és az ismerőseidnek. Mert a rokonaid, ismerőseid általad jönnének ide tanulni. Tehát gyakorlatilag aláírtad a halálos ítéletüket, ha nem jössz ide tanulni. Az az egy probléma, tudod, hogy amiről én eddig életemben beszéltem tanítási szempontból az embereknek, az még mind a jövővel kapcsolatban még minden megvalósult. Tehát ezen a bolygón szeretett korszaknak kell lennie. Oké? Vagy ezt a bolygót elteszik az útból. Ha nem mennek el a fattyú drakonidák, akkor szétrobbantják a bolygót. Ha elmennek, de nem jó lesz a rezgésünk, akkor törlik az emberiséget. Oké? De hát ők csak akkor mennek el, hogyha magas lesz a rezgésünk, és akkor nem kell törölni az emberiséget. Tehát egyet megfogadtak a fentiek ezzel kapcsolatban, hogy a tudást megadják nekünk, egy, kettő, illetve nem egyet fogadtak meg, hanem több dolgot, és amikor eljön az ideje, akkor elteszik láb alól azokat az embereket, akik útban vannak. Ahhoz, hogy az emberek fejlődhessenek. Oké? Okay. Mert ők nem csak az élet urai, hanem a halál urai is egyben. Tehát ez nem miénk a bolygó. Mi csak itt bérlők vagyunk. Lehet, hogy még az se, hanem sokan ingyen élők ezen a bolygón. Oké? Okay. Tehát tennünk kell azért, hogy legyen egy jobb világunk, és ezt meg lehet csinálni. Tehát gondold végig, hogy az emberek sokkal jobban boldogulnának az életben, akkor nem szorulnának senkire. Most emberek dolgoznak azért, hogy jaj, de jó lesz, majd a nyugdíjban megyek. Tudod, ezt életemben hány embertől hallottam? Anyámtól is, érted? Szóval nem azért kellene dolgozni, hogy majd nyugdíjba mehess, és akkor majd ha nyugdíjas leszek, azt csinálok, amit akarok. Hanem azért kellene dolgozni, hogy legyen egy jobb világunk. Vagy rosszul látom? Nem hiszem. És a jobb világot mi egyének azáltal hozzuk létre, hogy jobbakká válunk. Azt nem tudjuk megcsinálni egy varázsütésre, de egy fokozatos javulással meg tudunk csinálni. És én azt látom, hogy az emberek igenis képesek a fokozatos javulásra. És igenis az emberek sokkal, de sokkal jobbak tudnak lenni, mint amit el tudnak képzelni is magukról. Még ahhoz képest is jobbak tudnak lenni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házi gazdáinknak. Hát köszönjük szépen Szörlőcsik Miklós mesternek ezt a igen tartalmas velős előadást. Nagyon szépen köszönjük. Hát a szőrzet felállt a hátamon erről a igen heves előadástól, de egyébként meg tudomásunk van a világban több ilyen hasonló szervezetről, mint amiért mi vagyunk. Tehát a törekvéseik ugyanazok. Azt nem értem, hogy mi a túrót húzzák az időt, miért nem jönnek. Az a célunk, itt elhangzott egy dátum, a 2035. 2035-re nem csináljuk meg a szeretett korszakot, ezt a bolygót elrúgják, mint a labdát, velünk együtt. Én az emberiség része vagyok, és én azon dolgozom, hogy megmentsem az emberiséget. Aki nem tart velem, az meg számoljon avval a következménnyel, hogy majd az égiek eldöntik, hogy kipöckölik a sorból,
vagy megtámogatják. Aki nem akar jönni, vagy azt mondja, hogy ő nem teheti meg, aki azt mondja, hogy nem teheti meg, az nem akar jönni, mert olyan kedvező feltételek vannak, sőt, mi több. Elmondhatjuk, mi már ebből élünk. Abból élünk, ami az életem legjobb döntése, a legnagyobb értelme az életemnek. Tehát olyan vállalkozást még nem csináltam soha életemben, ahol az volt az érdekem, hogy a hozzám csatlakozó emberek jobban éljenek, mint én. Itt ez egy fő cél. Mindenki számára elérhető módon. Átadom a szót, mama. És ezt a Szedlacsik Miklós rakta össze. És ezt a Szedlacsik Miklóson kívül a világon senki nem rakta össze. Igen. Nem kell kitalálni semmit. Minden le van írva. A szádba rág mindent. Ennyi. Ide kell jönni. Semmi más dolgod nincs. Ajánlani kell másoknak. Mi ebből olyan nehéz? Köszönöm. Azt hozta ki belőle a mesternek. Tényleg valóban, tehát, hogy én, ahogy figyeltem az előadást, hogy ugye az elején is elmondtam ezt, hogy mennyi mindenben egyedülálló a mesterünk. Tehát, hogy benne volt a gazdaságpolitika, aztán már belementünk a spirituális dolgokba, utána már kicsit meredekebb tébák jöttek ugye a földön kívül élők, tehát hogy nem találkoztam a mai napig még egy olyan emberrel, akinek ilyen széles körbe lenne tudása mindenről. Tehát vannak tanítók, jó, egy bizonyos területen, van másik, az egy másik terület. Tehát az egyik mondjuk a gazdasági dolgokban, a másik a spirituálisban, a harmadik a mit tudom én miben. Igen, ő minden egybe. Itt van minden együtt nála, és ugye azért sem jó, hogyha külön-külön szedjük föl ezeket a tudásokat, mert ott torzulás lehet. Tehát a torzulás az információba. Itt nincsen torzulás, és ráadásul 9 éve tanulok itt, tanúsítom azt saját személyem, hogy amiket idáig elmondott, hogy mi fog történni, minden úgy lett. Egytől egyig. Amikor idejöttem tanulni, akkor még én is csak hinni tudtam azt, hogy lehet, hogy igaza van. Ez azóta már meggyőződés. Tudom, hogy igaza van. És lehet, hogy meredek azok a dolgok, amikről beszélnek, ugye, hogy itt komoly problémák lesznek a világban. Lehet, hogy ez nagyon sok embernek még most meredek, mert még nem látja annyira, de én tudom, hogy ebben is igaza lesz. Mert eddig mindenben igaza volt. És igen, én is nem is értem, hogy lehet valaki tényleg annyira önző, hogy nem nincs benne semmilyen icipici késztetése arra, hogy jobb világ, hogy másoknak is tegyünk már valami jót, ne csak magunknak akarjunk már jót. Hát pontosan ezzel jutott el ide a világ, hogy mindenki csak nekem. Hol tartunk ezzel? Hát és hol fogunk jutni? Itt tanították meg nekem is. Nehogy azt higgyétek, én is önző ember voltam, még mielőtt ide jöttem tanulni. A mestertől tanultam meg ezt a fajta működést. De érdekelt, tehát, hogy mindig is tetszett ez a dolog, csak nem volt tapasztalatom róla, mert még nem éltem át előtte ilyen dolgot. Én általa tapasztaltam meg ezt, hogy tényleg mennyire jó dolog az, hogy ezzel foglalkozhatunk, hogy embereknek segítünk abba, hogy ők is ide tudjanak jönni, fejlődni, átadjuk a mesterünk, ugye átadja a tudást, és soha életemben nem volt még ilyen jó foglalkozásom, mint amit most csinálok. Imádom. Tehát a legjobb dolog azzal foglalkozni, hogy másokért jót teszek. Egész életemben bármit csináltam, az minden arról szólt, hogy nekem legyen jó. Nem voltam boldog? Hát, nem is értem miért. És most itt vagyok. És mindenünk megvan.
Így van. És itt kezdem megtapasztalni azt, hogy mi a boldog élet. Hát fogalmam nem volt előtte. Itt van ez is. Ez is. Minden itt van az emberek számára. És mind beszélben forog. Ha nem teszünk semmit. Tegnap este, itt most egy vezetőképzőn vagyunk, tegnap este egy nagyon komoly számítás ment. Így az emberiséget illetve. Az jött ki, hogy még mindig nem lehetetlen megvalósítani az aranykort. Ehhez semmi más nem kell, csak hogy megemeld a segged. Csatlakozz, minél hamarabb, ne az időt húzd, és minél több embernek ajánlod, minél hamarabb, annál hamarabb fogod megmenteni saját magadat, a szüleidet, a gyermekeidet, és ezt az egész világot. Ehhez hívunk, várunk szeretettel mindenkit. Így van. Szerecsik Miklós annyira baráti tandíjat alakított ki. A képzések értéke havi 200 000 forint. Ehhez képest az első havi tandíjat 19.700 forintért kapjuk meg, ami egyébként 30 óra képzés. A második hónaptól kezdve pedig 12.500 forint. Tehát én sehol nem találtam a mai napig ennyi pénzért képzést, nemhogy egy ilyen szintű képzést, ami ilyeneket ő tart. Tehát még akkor is azt javaslom, hogyha valakinek nincs sok pénze, nekem se volt pénzem, amikor elkezdtem, Karesznak se volt, ő is kölcsönkért. Nagyon sokan kezdtük így. De akartunk valamit, akartunk egy jobb világot, akartunk egy jobb életet, és megteremtettük. Ha csak bedobálod a 100-200 forintosokat egy befőttes üvegbe, hidd el, hogy össze fog gyúlni egy hónap alatt a tandíjra valód, mert az égiek segítenek. Mert az égiek még jobban látják. Így van. Hogy és akarsz valamit. Nagyon ügyesen csinálod, és kéred a segítségünket, akkor fél év alatt elérheted akár a 7 számjegyű jövedelmet. Így van. Tehát erre is kapunk lehetőséget. Mindenre megvan a megoldás. Semmit nem kell kitalálni. Bocsánat. Úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor nézzük meg még néhány előadást, és utána döntsd el. És utána várunk szeretettel. Szeretnénk még egyszer megköszönni Szedlacsik Miklósnak a megtiszteltetést, hogy mi lehetünk a mai rendezvény házigazdái. Köszönjük. Kaptatok felismeréslapokat, majd adjátok le Mariannál, jó? És akkor hát sajnos ez a háromnapos... Igen, ennek a háromnapos rendezvénynek vége, de ugye tudjuk, hogy hamarosan mi lesz. És az mikor lesz? De az mikor lesz? Mikor? 12. Vasárnap 12-én, jól hallom? Ki lesz ott? Mindenki. Várunk titeket is nagy szeretettel. Így van. Tehát vége a háromnapos vezetőképzőnek, körbe fogunk állni, megfogjuk egymás kezét, jó? A bal tenyér fölfele néz, jobb tenyér lefele, és azok az energiák, amik itt velünk voltak ebben a három napban, akkor ezt most megerősítjük, megtartjuk magunknak, és hazavisszük, és legalább egy hétig ebből töltődünk, szemináriumig. Szerdán előadás az Árpád út 56 alatt, igen. Vasárnap egész napos rendezvény a Lurdi házba. Várunk mindenkit szeretettel, szeretünk benneteket. Sziasztok! Sziasztok!